kívánok mindenkinek. Én már jártam itt, mint hallották, ugye. Most azt hiszem már talán, hogy harmadszorra vagyok, vagy negyedszerre vagyok itt. Mindig Katinak a jó voltából. És most már bemutatták az előbb. Ma lesz még egy közreműködünk, Horváth József. Velem még soha nem játszottunk együtt, igazából még sose hallottuk egymást játszani. Tehát a zene az egy ilyen dolog. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz, hiszen hegedű tanára, doktor úr, professzor úr egyébként. Őt szerintem mindenki ismeri. Tehát mai műsorunk egy hangszer bemutató program, az a címe. Nem tudom, hogy voltak-e itt, amikor én itt voltam, mert akkor már lesz olyan, aki már emlékszik majd néhány dologra, de ezt a műsort én nagyon szeretem, annál is inkább, mert nem rólam szól, nem rólunk szól, hanem a hangszerekről és magáról a zenéről. Hát a zenéről annyit kell tudni, hogy a legmanipulatívabb művészeti ág a világon, bár nagyon szép szobrokat és festményeket csinálnak, és nagyon szép a balett és minden más, de a zene az, ami a legjobban jelen van mindenki életében, hiszen amikor fölkelünk reggel, akkor már nagyon sokszor már telefonon zenével ébredünk, beülünk a kocsiba, szól a zene, elmegyünk egy áruházba, szól a zene, nézzünk egy filmet, szól a zene, sőt a zenével fokozzák a, ugye a filmnek a hatását, de esküvőn is szól a zene, sőt egészen a temetésünkig elkísér minket a zene, és hát már a legkisebb korosztálynak, már a kis bendegúznak is van, vagy bendegúznak is van biztosan, kis csörgő-böngő hangszere a kis babakocsijában, tehát a zene egy ilyen dolog, és hát ezeket a zenéket hangszereken adjuk elő, de nem minden hangkeltése alkalmas tárgyal zenélünk, és hát erről a zenéről lesz ma szó, ezekről a hangszerekről, úgyhogy nagyon könnyű dolgunk lesz. Ez a hangszer, amit legelőször láttak itt nálam, ez a magyar duda. Ugyanis tudni kell, hogy a magyar népnek az egyik legősibb hangszere a duda. Nagyon fontos az, hogy a természetben megtalálható legyen egy népi hangszer anyaga, hogy maga a nép el tudja magának készíteni. A bőrdudát, vagy keskedudát, mind a kettő a sima dudának is mondják, nagyon egyszerű az anyagát megtalálni a Magyarországon a természetben, hiszen alapjában véve ön a nevét is kapja, az maga a tömlő, ami azért kell, hogy amikor fújjam a sípokat, és amikor veszem a levegőt, akkor nyomom a karommal, és akkor is adják a hangot a sípok, amikor én veszem a levegőt. Itt vannak a sípok benne. És úgy, amikor veszem a levegőt, akkor csöndben lennének a sípok. A sípjai sima, közönséges tóparti nádból készülnek, ezeket a dudásnak meg kell tanulni kifaragnia, mert hogyha hamis, akkor ugye mondják, hogy hát két dudás, egy dudás is hamis, de két dudás aztán végképp nem fér meg egy csárnába. Ezt mai napig használjuk, ezt más átvitt értelemben is mondjuk, hogy két dudás nem fér meg egy csárnában. És hát fából készül még a duda, egyéb többi alkatrésze, amit aztán díszítettek mindenféle ónmerakásokkal, sőt még tükörrel, a szemét kajdóból csinálta a készítő, de alapjában véve nádból, állatbőrből és fából készült a hangszer. Hát az nagyon érdekes, hogy milyen állatból csinálták, hát hogy kecskéből, bárányból, és van egy mondás, vagy van egy dal, hogy aki dudás akar lenni, bokorra kell annak menni, ott vannak a jó nagy kutyák, abból lesznek a jó dudák. A dudás, nagyon érdekes, mindjárt mondom, hogy tudják, hogy régen valójában is boszorkányság vágyával embereket halálra ítéltek, nem csak Magyarországon, hanem a spanyol inkvizíciónak különös, kegyetlen kínzó módszerei voltak arra, hogy boszorkányság vágyával, ördöggel való szimbolálás vágyával embereket megkínozzanak és mágia halálra ítéljenek, nem csak nőket, hanem férfiakat is. Ezt azért mondom el, mert sajnos ez igaz, hogy ez így volt. És egészen 250 évvel ezelőttig volt ez így. A dudásokat is természet fölötti személy kategóriába sorolta a magyar társadalom, ugyanis mindig azt hirtatták, hogy a dudás cimborál-e az ördöggel. És mindezt arra alapozták, megmutatom, hogy amikor a dudás abbahagyta a játékot, maradt egy kis levegő a dudába, és amikor letette a dudát,
valami megnyomta a hangszert, az megszólalt, és hát a népi hihetetlen világ az valami borzasztó kemény volt. A hivatalos vallások mellett tudják, babonának is mondják, van, aki nagyon babonás. Hát például azt is hallottam, hogy a felhőkarcolókon például 13. emelet pont ilyen okból kifolyólag. Úgyhogy hát ennyit a Dudáról, és aztán kaptam én itt egy listát a kedves úriembertől, aki már itt volt a múltkor is, hogy miket szeretnének, hogyha mi ma este játszanánk, hiszen azért mégiscsak a legjobb, vagy a leggyakoribb hangszerünk az maga az ének hangunk, és hát mindenkinél ott van, úgyhogy már kezdem is, itt van a listán, ilyen dalok szerepelnek, hogy tavaszi szél vizet áraszt, Hejdunáról fúj a szél, csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Látom, önöknek is megvan ez a lista. Hát akkor az elején játszunk ebből is néhányat, meg én is hozzáteszek egyet-kettőt gondolok, és akkor most kérünk szépen, kedves Józsi, gyere velünk, és akkor játszunk valamit. Természetesen mi ezt úgy képzeltük el, hogy önökkel közösen énekelünk, és játszunk. Úgyhogy akkor meg is adom a hangot.
zenészeknek mindig a jutalma az a taps, de hogy tessenek csak nyugodtan, helyezkedjenek kényelembe, és olyan sok minden történik, hogy majd a végén egy nagy tapsot, ha tetszett, jó? Aranyosan tetszenek lenni, és tényleg örülünk neki, csak hát ne fáradjanak vele, legyen ez egy kényelmes program. Szóval a hangszer bemutatóról lesz szó, ugye már azt mondtam, hogy a zene milyen fontos, és itt a gondolatnál még hadd folytassam, hogy mindenki tudja, hogy amikor van egy olimpia, és ugye mindenki szurkol a saját sportolójának, és amikor megnyeri bárki ezt az olimpiát a világ bármely országából, bármilyen sportágban, föláll a dobogó tetejére, és könnyben lábat szemmel hallgatja a saját himnuszát úgy, hogy otthon egy ország általában tiszteletbe vigyázba áll. Tehát a zenének ugye ilyen jelképes dolga is vannak, tehát ilyen ereje van a zenének, szimbólum, ugye sok mindenkinek van indulója, himnusza, ugye, tehát a zene az önmagában egy nagyon-nagyon jelenlévő dolog. És képzeljék el, hogy a világon, amikor a felfedezők, utazó tengerészek régen felfedezték magát a földgolyót, és találtak nagy kontinenseket, ugye 1492-ben ugye a Bahamák nem, ugye megtalálták ezt a kontinenst is, ugye kicsit lejjebb, aztán Ausztráliát jóval később, és nagyon sok sziget, ahol emberek éltek, és nem is tudtak egymásról ezek az emberek, és mégis mindenhol voltak hangszerek, ahol emberek éltek. Na most ennek a magyarázata nagyon egyszerű, mert sokszor kérdezik tőlem is, hogy pedig mondd meg nekem, nézd, hogy hol volt legelőször doba a Földön. Na most erre azért nincsen válasz, mert maga a zene találta meg az embert, azaz elfogadott, hogy nem az ember találta ki a zenét, hanem a környezetben, ha becsukjuk a szánkat és csak fülelünk, hát énekelnek a madarak. Ha átfut egy kis őzike a patájával a tisztáson az erdőben, van egy ritmusa, és nagyon sok hangot hallunk a szélsüvöltéstől kezdve, minden, tehát a zene maga a különböző magasságú hangja és a ritmus az jelen volt az emberek életében, tehát ott éltek, ahol ezt mind hallhatták. Úgyhogy igazából az első tárgyakat, amit az ember azért használt, hogy hangot adjon vele, tulajdonképpen hangszernek nevezzük, de most már manapság tudjuk azt, hogy ugye a hang az rezgés. És ugye fizikában tudjuk, hogy valami, ha rezeg 440-et, azt mi úgy hívjuk, másodperceként 440-et, hogy normál zenei ám. Ha 220-at, akkor egy oktávval lejjebb, ha 880-at, akkor egy oktávval följebb. Tehát ezt már tudjuk pontosan, hogy mikor mit játszunk. Ugye létrejöttek a hangsorok, a dallamok, de ezeket a hangszereket, a világon mindegyiket, ami csak létezik, összesen 4 csoportba be lehet osztani, képzeljék el. Ezt az osztályozást egy Kurt Zachs és egy Hornmonster nevű ember végezte még az 1800-as években, és ez az elfogadott hangszerosztályozás, és ebbe a magyar hangszerek is beletartoznak. És akkor most magyar szemszögből majd mindjárt mutatom sorba, de nyilván más népek hangszereit is úgy említeni nem kell. A legelső hangkeltő tárgyak az ember életében azok a tárgyak voltak, amik a közelében megtalálhatóak voltak. Tehát egy ősember képzeljünk el, aki fölvett mondjuk egy csonthéjas termést a földről, mondjuk Venezuelában, megrázta, és a beleszállott magvak hangot adtak. Ezt úgy hívják ezeket a hangszereket, hogy rumba dög. Én nagyon sokszor használok akár 2 testtel. A karibi zenében nagyon-nagyon ismert és nagyon fontos hangszerek, de a világon minden részen elterjedtek ezek hangszerek. Könnyű zenében például shakernek is hívják ezeket. Jól látjuk, hogy ugyanaz a funkciója, hogy benne a magvak odaverődnek a csontélyes, vagy a kemény héjhoz, és ez adja a hangját a hangszernek. Az ősemberek nem tudták, hogy ez fizikai törvényszerűség, azt gondolták, hogy az embereknek a zenét az Istenek adják, az ő szellemeiket gondolták a dolgok hátterében. Na most, hogy magyar vonatkozásban is milyen hangszerek voltak, hát például itt van a világ minden részén ismerik a csengő, igaz? Na most régen ezeket ugye ez közvetlen rokona ennek a hangszernek, az a különbség csak, hogy a csengő azt a részből csinálják, és benne van egy kis nyelvecske, ami hozzáverődik ugyanúgy a csengőhöz, mint ebben a magba, csak ugye más hangot ad, de ugyanaz a működési elve. A magyar világban ezeket a csengőket például iskolában használják, kicsengetnek, becsengetnek,
itt a pásztorvilágban az állatok nyakába tették, ugye? Tehát nem zenélés céljából használták ezeket, különböző fajtáit ezeknek használták. Aztán, hogy nagyon jól értsem, hogy ezek a jelző funkciók a hangkeltő eszközöknél mai napig sem mentek ki a divatból. Ugyanis minden keresztény faluban van egy templom, vagy városban, a templom tornyában lakik egy óriási, többmázsás ilyen szerkezet, harangnak hívjuk, és hát gondoljunk csak bele, hogy amikor még nem volt a mobiltelefonunkon óra, vagy karóránk nem volt, akkor hogy jelezték ugye a delet? Hát megszólalt a harang, ugye pont a magyarok, a Nándorfehérvári ütközet 1456, a magyarok tiszteletéből szól ugye a harang mindenhol, de hogyha például ugye egy faluban, ha jött egy ellenség, vagy tűzvész volt, akkor hogy mondtuk, meghúzzák a vészharangot. Vagy hogyha valaki meghal és harangszóval kísérik a temetőbe, akkor mit szoktunk mondani? Na, ennek már harangoztak, ugye? Tehát ezek a jelző funkciók a mai napig megvannak, és igazából ezért jöttek ezek a hangszerek létre. Na most kicsikét menjünk visszába az ősember korába. Az ősemberek bármivel hangot keltettek, mint ahogy a füstjelzéseket a helyi őslakosok engedték jelzése távol, ugyanilyen célból használtak például beszélő dobokat egymásnak. És most gondoljunk csak bele, hogy mikor valaki rájött valahol arra, hogy egy odvas fának egész más hangja van, innentől úgy hívjuk ezt a dolgot, hogy kettős hangszisztéma, innen indultak el azok az akusztikai kísérletek, amikor azt mondjuk, hogy ez Stradivárinak miért szól jobban a hegedűje, mint másnak. Na most visszatérve, amikor megkérdezik, hogy hol volt először dob a világon, akkor azt kell mondanom, hogy én nem tudom, mert ugyanis a hangszereknek az anyaga általában porlanyos anyagból készül, meg nem is őrizték meg az év tízezrelek ezeket a hangszereket sok esetben, hanem a kettő módon lehet valami jelen az egész világon, egy-egy bármilyen kulturális jelenség. Az egyik az, hogy azonos feltételek mellett azonos dolgok kialakulnak. Tehát például, ahol volt bambusznál, ott szinte mindenhol rájöttek arra, hogy a belefújnak a peremére, az hangot fog adni. Tehát az, hogy az első hol volt, azt nem tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy esetleg a C14-es izotóp vizsgálattal hol találták azt, amely legrégebb óta megvan, de valószínű nem ez volt a legelső. A másik módja pedig az, hogy valami annyira jót kitalál valaki, hogy az évezredek során elterjed az egész forgolyó felületén. Erre mondok egy jó példát, amikor a római birodalom ugye Krisztus előtt a 8. században ugye Rómánál ugye létrejött, majd utána néhány száz év múlva az egész földközi tenger körbeérte, ezek a római katonák vitték magukkal a saját ételeiket, mert nyilván nem azt tették, amit helyben, amit találtak ott, akár Afrikában is, vagy bárhol. Aztán vitték a saját zenekultúrájukat, vagy például a magyarok ugye, mikor jöttek a Kárpát-medencébe, ott találták ugye a honfoglalásban az elfogadott tény, az avarlakosságot, és nagyon sok átolvadás történt, vagy később a török időkből, nagyon sok szavunk például török, vagy a mezőgazdasági kultúra nagyon sok török, tehát ugyanígy a zenék is vándoroltak a hangszerek a kultúrákba, érkeztek, eltűntek, úgyhogy nagyon érdekes keszekúz a dolog, és mondok egy példát arra, hogy valami nagyon jó és elterjed, azt a hegedűt, amit a két úriember használ, tudjuk nagyon jól, hogy amikor kitalálták, előtte nem volt állalá tett hegedű, hanem a hegedűket térdre tették, vagy földre, mint a csellót, és így játszottak rajta ülve. És Olaszországban, abban az időben, illetve Itáliában abban az időben nagyon sok karnevál volt, és nem tudtak menni a zenészek, mert őnek egy üve kellett játszani. És mentek a lantosok, a síposok, a dobosok, és az Andrea Amati 1560-as években föltette állalá hegedűt, és annyira jó dolgot talált ki, hogy ma már az egész világon ismeri. Tehát ez a két módja, vagy egyből aki kitalálja és elterjed, vagy pedig nem azonos feltételek mellett rájönnek ugyanarra a hangkeltés módjára. Na szóval ennek ellenére, ugye, mint mondtam, hogy négy kategória van, hát például a magyar kultúrában milyen hangkelt eszközöket találunk? A csengőket, kolompokat, harangokat már mondtam, de például ugye vannak a kereplők, a busójárásra elmennek, a mai napig használják, ez még a pogány világból, a politeizmusból, a több isten hitből maradt vissza, a gonosz szellemek előzésére, most is ennek a maszkarások, használják a tekerőt, de például
Ha megnézzük, ugye itt van ez a hangszer, amit most kaptam kölcsön Szerecsei Ernő kedves barátunktól. Nagyon jó példája annak, amit az előbb mondtam, hogy ugye, hogyha megütögetünk egy fát, vagy valahogy zajkeltünk egy fával, annak van egy ilyen, valamilyen hangja. De ha egy odvas fát, mint mondtam az előbb, megütünk, abban a benne lévő levegő és maga a fa kettős hanghatása, a kettős hangszisztéma adja hangot. És nézzék, itt van egy ilyen béka, honnan származik ez Ernő? Honnan? De honnan származik? Honnan hozta? Honnan? Nem hallottam. Az a lényeg, hogy önök hallották. De most ez, konkrétan ez a példája, hallgassák a hangját egy kereplőnek, és hallgassák ennek a szerkezetnek, ami belül üreges, de fából van. Hallják, milyen más hangja ennek a valakinek? Tehát egész más hangot, ez a bizonyos kettős hangszisztéma, és amikor legelőször rájöttek arra, hogy egy odvasfának más a hangja, elindultak az akusztikai kísérletek, ami arról szól, hogy melyik hangszernek milyen szép hangja lesz. Na most, a másik hang, igen, a jégkorszak előtti legrégebbi hangszerek, amiket találtak, ugye 10 000 évvel volt a jégkorszak, a legrégebbi hangszerek, jöttem, azok a sípok, a dobok és a kereplő. Nézd, ott van két dob, jobb az előtt. És ezt azért mondom, tehát a jégkorszak előtről ezek a hangszerek maradtak, mert most megint csak mondom a sportfanatikusokat, hogyha kimennek egy világbajnokságra, valahova, bármelyik országból, bárhol rendezzék, a fanatikus drukkerek kezében milyen hangszereket látnak, ugye a lelátókon. Hát ugyanezeket a hangszereket látják, mint a jégkorszak előtt, és ugyanúgy a zajkeltés a célja, ugyanúgy a hangcsinálás, valaminek a kifejezése, tehát csinálni a feszültséget. Nagyon sokszor a harcos népek a csaták előtt a hangszerek hangjával fokozták a harci kedvet. Például a hunoknak is voltak nagy dobjaik, csaták előtt ütötték a nagy dobokat és tengelték, hergelték magukat a csatára. Tehát ezek a hangszerkeltő eszközök, ezek még igazából nem zenélés céljából szolgáltak. A másik, tehát ezeket a hangszereket, minden, ami hangot ad és már az ősember is hozzáfér, ez a két kutató, akit mondtam, a Hormozdel és a Kurt Zax, elnevezték ezt a hangszercsaládot idiofon hangszercsaládnak, és mondtam ugye, hogy a Magyarországon, hogy miket találunk, a pásztorvilágcsengői, a harangok, vagy akár a huszárok, a lovasok csizmáján a sarkantyú, amit akkor táncoltak, verték össze, hogy csengjen a pengjen a sarkantyú. Na most a másik nagy kategóriája a világ összes hangszerének, azok a membranofonok, a dobok. De most megint azért, hogy lehet az, hogy a világ minden részén ismerik a dobokat. Itt is, nálunk is, Szibériában, mindenhol, Ázsiában, mindenhol. Ugyanis hát régen az emberek állatbőrökben jártak, amikor hideg volt, és ezeket az állatbőröket nem úgy vették föl véresen, hogy megnyúzták az állatot, hanem egy rámára valahogy kifeszítették, levakarták róla az inakat, a zsinegeket, minden izmokat, és amikor a bőr kiszárad, a rámán megfeszül. Ezt mindannyian ismerjük, ezt a fizikai állapotot, amikor egy bőr kifeszül, és rájöhettek valószínű a földgolyón mindenhol, hogyha egy ilyen kifeszített bőrt megütnek, akkor az hangot ad. Ennek rengeteg variánsa él, a csörgődoboktól az egész nagy üsdobokig, Afrikában, akkor itt a helyi native kultúrában, mindenhol vannak dobok, olyannyira vannak, hogy itt nagyon sokszor van olyan adat, hogy a spanyol hódítókból, a dél-amerikai indiánok dobot csináltak a hódítók katona hasából, tehát ezt simán megcsinálták ezek. Tehát a kifeszített bőrnek a rezgése, ezek a membranofon hangszerek, ez a második kategória. És akkor mielőtt tovább mennénk, gyertek muzsikálni megint egy picikét. Most már majd érdekesebb lesz, amit mondok, de ezt muszáj voltam elmondani a négy kategóriát, mert ezeket a hangszereket ugye használja a világ, tehát muszáj voltam. És akkor menjünk, elnézést, most nem énekelek, mert tegnap egy kicsit megrögtett a hangomat, de beszélni azt tudok, csak énekelni nem annyit. De önök a csillagok csillagokat biztosan ismerik, és a következő a szépen úszik a vadkocsa a vízen.
nagyon szépen ne felem énekelni, csak halkan, páramat legyenek. Na szóval, most eddig eljutottunk már ugye odáig, hogy a négy hangszer család, alapfunkció, ha muszáj néhány mondatot mondani a hagyományról, ugyanis a hagyományra mindig azt mondják, hogy jaj már megint, hagyjál már ezzel a hagyománnyal, elcsépel dolog, de higgyék el, hogy nem. Megmondom miért, mert a hagyomány az egy olyan kódrendszer, amit az ember, amikor megszületik valahova kicsi babaként, és nem tudom, nagyon sok minden hozott agyában egy kisbabába, ösztönök meg minden, de az, amikor belenül valamibe, egy közösségbe, és megtanulja például a nyelvet. Mert ha én azt mondom önöknek, hogy alma, akkor aki magyar, aki ebben a hagyományban van, az tudja, mit mondom. Azt mondom, hogy piros alma, félbevágott piros alma, zöld alma, férges alma, zöld alma, tehát bármit, ha mondok, ez az a kódrendszer, hogy mindent megtanulnak, amit egy hagyományon belül tudni kell ahhoz, hogy, hogy abban a közösségben önök otthon érezzék magukat. Ide tartozik a beszéd, a dalok, ide tartozik a vallás egy közösségnek, ide tartoznak a családi emlékek, amiket hoznak magukkal, amiért egy karácsonyi szent, szent estét azt teszik az asztalra, amit kitesznek, és nem azt, amit mondjuk az afrikaiak. Tehát minden, a hagyomány nélkül nincs közösség. Az a kódrendszer, amit mi, ami minket összeköt, amiért mi magyarok vagyunk, és ugyanúgy minden népnek megvan a maga hagyománya, tehát a legerősebb dolog, ami összetartja az embereket, az a hagyomány. Na most nézzük tovább, tehát hogy hogyan jönnek létre ezek a hangszerek, és hogyan fejlődnek, hogy az ősembertől kezdve, hát akkor még mondtam, hogy a Magyarországon is, a jégkorszak előtt a legrégebbi hangszerek, a kereplők, a dobok és a sípok, de Magyarországon a legrégebbi hangszerlelet 30 ezer éves, egy szarvas állat csontból készült síp. Na most ugye, hogy szó volt arról, hogyha egy üreges tárgyban belefújunk a szélére, ez mondjuk bambusznál ugye, akkor az ad egy hangot. Ez mindegy, hogy miből van, hiszen lehetnek csontból. Például önöknek van egy testrészük, ami egy hangszerről kapta a nevét, tértől lefelé keressék egy csontot. Milyen csontunk? Sípcsontunk. Ez nem véletlen sípcsont, ugyanis az avarkorból is, amit találtak Magyarországon hangszereket, tehát a honfoglalás előtt, 1930-as években tártak föl sípokat, dalumadár lábszárcsontjából készült hangszerek voltak. Na most akkor tehát az a lényeg, hogy üreges tárgyakba belefújnak, valamilyen módon levegőt juttatnak, akkor az meg fog szólalni. A fúvós hangszerek családja ugye a harmadik, tehát volt az idiofon, a membranofon, ugye ezek voltak az idiofonok, membranofonok a dobok, és a harmadik család a négyből az aerofon, tehát a levegővel működő hangszerek. Na most ugye ennek három fajtája van, az egyik, és mindjárt ezzel végzünk a leghamarabb, a kürtök fajtája, ugyanis az állatok szarva belül üreges, és rájöttek az emberek arra, hogyha levágnak a végéből, hogy itt legyen egy pici luk, és csukott szájjal levegőt préselnek bele így, hogy egy ilyen hangot, akkor ezért számnak a rezgését, ez az üreges tárgy, hogy ez egy tehénnek a szarva, tehát a szarvas marhájé, kihangosítja. A magyar kultúrában ezt a hangszert kanászkürtnek nevezik, mert a kanász, a disztópásztor, mikor hajtotta ki a malacokat a falu végére, hogy ne kelljen ordibáljon, lenevekedjen, mint én most, ezért fújkálta a kanászkürtöt. És akkor az emberek hallották a házok, itt a kanász, nyíltak az ajtók, a malacot kiengedték, vitte a falu végére, este ugyanez visszafelé. Különben innen a mondás, hogy nézd, mint borjú az új kapura, mert hogyha a tehén még elment reggel, kihajtották, jött vissza, kicserítik a kaput, nem ismerte fel a saját házukat, hogy hova menjen, úgyhogy ilyen mondások erednek ebből. Na most a kürtökre visszatérve, ez a kanászkürt már a honfoglaló magyaroknak hozzátartozott a viseletéhez, ugyanis akkor nagyon kevés település volt, és főleg a vallás, a kereszténység felvételekor olvastam róla, hogy ha jött egy lovas ember például, mondjuk képzeljék el, hogy 4-5 ilyen jurta sátorban lakott egy-egy család, és amikor ugye tudjuk, hogy üldözték a, ugye
a több isten hívőeket, és ugye Géza fejedelem és István király Magyarországon erőszakkal vetette fel a keresztény vallást. És nagyon sokszor volt olyan, hogy ha jött egy lovas, nem mert oda menni az emberekhez, hogy a vendégjogával éljen, hanem messzire belefújt egyet a kürtjébe. És válaszul az ott lakók eldöntötték, hogy hát most akkor fogadjuk az embert, vagy nem ide jön itt a karjával, itt mindannyian megöl. És akkor vagy azt mondták, hogy hát fogadjuk ide, hát békés szándékkal fújja a kürtjét, hát ha hoz valami jó híreket a királyi udvarból, hát engedjük ide. És akkor fújtak egy hasonlót. És akkor jöhetett a vendég. És azt olvastam, hogy ha a válaszuk nem volt, akkor valami sokkal idegesítőbbet fújtak. Hát én gondolom, hogy valami ilyet, hogy... Hát én így gondolom, ugye, mert a zenét nem tudták lerögzíteni, nem tudták lejegyezni. Nagyon sokszor az ásatásokból előkerülő hangszereken a lehetőségeket, például egy-egy sípon, hogy a lukak milyen hangot adnak, ebből próbálja a tudós világ rekonstruálni, hogy hogy nézhetett ki az a zene, amit ugye nem tudtak akkor lerögzíteni. Na most a kürtökre visszatérve, tengerparti országokban nagyon sokszor használtak tengeri kagylókat és nagyméretű tengeri csigákat hasonló célból. Aztán a középkorra már fémből elkészítették a hangszereket, és a királyi hatalom szimbolikus hangszereivé váltak. Ha megjelent a király őfelsége a színen, akkor a kürtösök fújták a fanfárokat. A katonaságnál ugye jelző hangszer volt, a csatákban ugye fújjál riadót, fújjál visszavonulót, fújjál takarodót, tehát nagyon komoly hangszer lett belőle. Manapság azok a szép fényes trombiták, tubák, azok mind ezekből a hangszerekből fejlődtek ki. Ugye gondoljunk csak a New Orleans-ban, amikor nézzük, hogy jönnek ezek a színes bőrűek, a nagy tubákkal vonulnak az utcán a részfúvósokkal. Igaz, Kati néni? Azért mondom neki, mert megígérte oda még egyszer elviselni. Na szóval, ennyit a kürtökről. Valakinek van kedve megszólaltatni? Hozzam oda valahova? Nagyon egyszerű, csak így kell csinálni, hogy... És akkor csak oda kell nyomni a szánkhoz, nem kell bekapni ezt az egész. Senki? Jó, majd a műsor végén még. Na, gyere. Én nem tudom meg. Gyere ide a kamerába. Egész biztos nem fogom tudni meg. A zongora művész kompozitáról beszélünk. A zongora sokkal könnyebb, igaz? Gyere ide a kamerát, a saját kamerát. Saját kamerát. Hát, zongoristának jó lesz. Mindig tudtam, hogy is tehetséges. Azért nem jövök oda, mert a videóra veszik, jöjjön ide, legyen szíves, mert hogy legyen rajta a videó. Törölje meg, ha akarja magának. Nem ott a másik végén. Köszönjük szépen! A másik hangszer család a fúvósok közül, hát az most érdekesebb lesz majd, mert ugye végig fogunk menni, hogy 10 000 évek telnek el, mire valami változik. Képzeljék el, hogy 10 000 évek, tehát akár vagy 1000 év, és hogy lesz valamiből valami más. Ez a hangszer, ugye mondtam, hogy üreges. A világ minden részén ismerik, hisz itt is a mi indiánnak mondjuk, de mondták, hogy nem mondjam, mert haragszanak érte, ha így nevezem, de nekünk, bocsánat, de csak indiánok. Hát mindig így hívtuk, tehát nekik rengeteg ilyen sípjuk van, de vannak görögöknek, az európai kultúrában, Hellászból, a mai Görögországról terjedt el, Romániában, ahogy a Gyorgya Zánfir nevét gondolom ismerik, hát a világ leghíresebb pánsík művésze, de Ázsiában is van, Tájföldön is van, mindenfele van pánsíp, tehát rájöttek az emberek, hogyha belefújnak egy ilyen perembe, az hangot ad. Na most minél érdekesebb, hogy a különböző hosszúságú csövek, különböző magasságú hangot adnak. És hogy ebben a nagyon egyszerű maréknyi náddal, bambusznáddal, ha egymás mellé rögzítik, hogy milyen szépen lehet muzsikálni a mai napig, ezt most azért mutatjuk meg, mert Magyarországon ez bár nem népi hangszer, de az őse a többi sípféle hangszercsaládnak,
és most ezért klasszikus zenét fogunk játszani, méghozzá egy gyönyörű Nino Rota számot, ő olasz zeneszerző volt, ő írta a Romeo és Julia című filmnek a gyönyörű zenéjét és sok minden más mellett. Úgyhogy most ez következik, hogy egy álmos vár egy zongorára, és akkor... Tehát azt szeretném megmondani, milyen gyönyörű ilyen szóval, ősi valami. És a mai napig ugye ezeket használjuk, mert mindig tudni kell, hogy amikor a zenekultúra változik, nem úgy hívják a szakemberek, hogy fejlődik, hanem hogy változik. És mindig az eredeti régi megmarad egy hangszernek, és mindig jön mellé egy újabb. És mindig a variánsokról beszélünk, és most csak gondoljanak bele, hogy bemennek egy gyönyörű nagy katolikus keresztény bazilikába, és hátra néznek a magaslatokba, amikor beérnek a közepére, és több ezer csövet látnak, több méter hosszúakat, amit úgy hívnak, hogy orgona. Tehát ha a rokonságot megnézik, akkor egy fejlesztett változata ennek, és ez is megmaradt ugyanilyen kis egyszerűnek, mint az a bonyolult orgona, ahol aztán billentyűkkel vezérli a sípokra a levegőt a játékos, kézzel lábbal játszanak, regisztereket húzkodnak, tehát nagyon komoly dolog lett ebből a hangszerből is. Na most akkor menjünk tovább, tehát hogyha elmennek egy egyiptom vagy egy hellén tárgyakat ábrázoló múzeumban, amit rákeresnek az interneten, akkor azt láthatják, hogy az ókori vázarajzokon, festményeken olyan hangszereket látnak mindig, hogy ahány hang, annyi cső, tehát a pánsípokat, vagy ezek a lírák, hárfák, hogy ahány húr, annyi hang. Na most ugye ezek a legrégebbi hangszerek, de hát aztán, hogy fejlődik, mint mondtam, tehát, hogy most odaadnám, nem tudom, valakinek van kedve belefújni. Nem vettem a számot, csak ide teszem. Valakinek van kedve? Rádiós kollega úr, jöjjön egyet!
Ez most azért csőbehúzás, mert valószínűleg nem fog megszólalni, de sose tudni, ugyanis kell a műsoromhoz valaki, akinek nem szólal meg, de az eleve hogy olyat játszik, hogy csak lesünk. Én már produkáltam. Ha teszi és ráfúj a peremre, akkor az megszólal. Köszönöm szépen. Köszönöm, pont erre számítottam. Csőbehúztam. Megbuktam. Nem, hanem mondom, a műsornak kellett rá. Alul kérem, nem készültem. Hogy az a helyes, hogy ahhoz, hogy egy ilyen csövet nem tudjunk fújni, ugye kell sokat gyakorolni. Na, hogy ez ne kelljen gyakorolni ilyen sokat, ezért valaki valahol rájött arra, hogy egy ilyen csőnek a végén bedugja egy dugóval, a dugóba vág egy kis befúvó nyílást, és hasít egy peremet egy kicsit beljebb, és ez biztosan megszólalna mindenkinek. Ugye nagyon visszavisz ez is az időben, és mindig mondom a sporteseményeket, ugye, hajrá, magyarok, ugyanis a bírónak a szájában is van egy ilyen síp, és a bíró ezzel vezéli az egész meccset. Na most, ugye, ha azt veszünk, hogy régen az emberek azt hitték, hogy az Istennek adják a hangszerek hangját, akkor milyen boldog lehetett az a hívő ember, aki ugyanezt a hangszert először egy kicsit hosszabbra csinálta. Ugyanis, hogyha különböző erővel fújjon bele a levegőt, akkor ez a hangszer azért, mert hosszabb, több hangot fog adni. Tehát ez csak egyet adott, akárhogy fújjon, ezt meg hallják, csak mit csinál. Kultúrában úgy hívják, hogy tilinkó. Vannak olyan dalok, amiket úgy csináltak meg a tilinkó zenészek, hogy ez a néhány hang, amire ez képes, ezeket használták fel a dallamoknak. Az a lényeg, hogy a tilinkónál viszont nincs meg minden hang. Képzeljék úgy, hogy a zongora sok billentyűjéből hiányzik durván a fele. És akkor ugye minden nem tudunk rajta eljátszani, ezért Magyarországon nem tudom, hallották-e már azt, amikor valaki sokat beszél, de valami nem stimmel vele, és azt mondják, ez az ember, ez tilinkó. Ismerik ezt a mondást, hogy ez a tilinkó. Na innen van a mondás, hogy ez egy tilinkó. Mert hogy ugye fújja, de nem, valami nem stimmel. Na most aztán, hogy fejlődnek ezek a hangszerek tovább, nézzék csak, hogy ugye hosszabbra csinálták, ne csinálták a sípot, és akkor ugye valaki valahol, vagy sok helyen sokan rájöttek arra, hogy igazából ebbe azért vannak különböző magasságú hangok, mert az egyik csőben sok a levegő, a másikban meg kevesebb. És valaki elgondolhatta azt, hogy ha csinálunk egy ilyen sípot, mint a tilinkó, ugye ebben ilyen hosszú a levegő oszlop. De hogyha lukakat fúrunk a hangszer testére, akkor a benne lévő levegőt kiengedem itt, ezáltal a benne lévő levegő oszlop, ugye ha jól megnézik, tehát akkor, ha itt van egy luk, ha lefogom, akkor eddig ér a levegő. Ha elengedem, akkor itt jön ki a levegő, ezt értik? Tehát az a lényeg, hogy a lukakat, ahogy mindig lefogom, a levegő benne hosszabb vagy rövidebb lesz, mert a lukon nem engedem ki, vagy kiengedem. És hogyha megnézik, vagy meghallgatják, akkor csodát fogunk hallani. Ugyanaz. És innentől kezdve elkezdett ez is variálódni, és mondom mindig, hogy csak a variálódás tud más lenni, mert maga a működési elv nem. Ugyanis az a működési elv, hogy ráfújunk egy üreges peremre valamit, az, hogy most itt egyből fújom, vagy itt egy szélcsatorna vezeti, az teljesen mindegy, csak azért, hogy ne kelljen bele trükközni, hogy ne tudjam becsapni a kedves vendégeket. Na szóval, ezeket a hangszereket a magyar kultúrában furujának hívjuk. A világ minden részén ismeri valamilyen verzióját,
Ez a magyar furúja például 6 lukkal van ellátva, itt van egy másik furúja, ez 8 luk van, még hátul is van lukja, a hosszabb furújáknak mélyebb a hangja, és hát mi magyarok egy picikét máshogy fújjuk ezt a hangszert, mint mások. Ugyanis minden nemzetnek megvannak a maga jellegzetes dolgai. Kodály Zoltán és Bartók Béla két nagy magyar zenetudós úgy határozta meg a zenei jelleget, hogyha egy zenéről minden olyat elhagyunk, ami másoknál nincs meg, tehát ami mindenhol van, azt elhagyjuk, és bocsánat, nem jól mondtam. Tehát ha minden olyat elhagyunk, ahol másoknál is megvan, és csak azt hagyjuk meg, ami másoknál nincs, akkor kapjuk meg, hogy mitől más ez, mint a többi. Na most mi magyarok úgy fújjuk a furuját, hogy dúdoljuk is a dallamot hozzá, és ezért egy ilyen nagyon érdekes ősi hangzásvilág jön létre. Ez a hangszer egy hosszú furúja fajta, a moldvai csángó kaval néven ismerik, majd Álmos megkérjük, hogy kobzával játszon velünk, de előtte megszólaltatom, tehát mi magyarok dúdoljuk a dallamot. Kettős sípszára van, hát nagyon érdekesen szólnak az ilyen furuják. Cseréből készítettek a fazekasok gyerekjáték céljára. Erre mondták a magyarok azt, hogy ugye hagyomány szerint csak akkor szól, ha jó gyerek fújja. Hát sajnos ezt most mi nem tudjuk ezért megszólaltatni, de azért megpróbálom. Thank you.
Körte muzsika. És most arra gondoltam, hogy mutatok, miután kaptam egy jó teát, megkérem a kedves urat, hogy tudnál nekem hozni egy tele vízzel, egy sörös üveget? Igen. Full tele hideg vízzel, mert akkor meglepem önöket, kedvességében így gondolnak rám, hogy oda nekem teát, és játszok egy olyan érdekes hangszeren, amiért nem biztos, hogy láttad még. Na szóval, ezek voltak ugye a sípfélék, és azt látom ugye, hogy mennyi variánsa él a magyar zenében és ezeknek a sípoknak, kérdezik, menjen a világon, és aztán menjünk tovább, ismerik azt a dalt, hogy gólya-gólya kilincel, mitől véres a lábad, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja, síppal, dobbal, nádiegedűvel. Valamelyik nap egy idősebb úriember már kiabálta is, hogy köszönöm szépen, hogy cirokhegedű, köszönöm. Most hát ugye a férfiak csináltak lehet ilyet, önök is csináltak lehet, kukoricaszárból vagy cirokszárból beáztatták, fölhasították, van egy ilyen horonya az ilyen nátermésekbe, alátámasztották a két végét, majd meg lehet ezt nézni a műsor végén, jöjjenek közelebb, és tulajdonképpen egyiket a másikhoz dörgőték, ilyen borzasztó hangja van, ez a nádi egeni. Tehát ilyennel játszottak a nagypapáik még annak idején, mert nem volt nekik ellenben működő kínai csillogó-villogó a piacon, meg a boltban. Hát ez a nádi hegedű. És ugye milyen sípról van szó, meg a török gyerek ugye megvágta, tudjuk, hogy Magyarországon török idők voltak, hát konkrétan 150 évig voltak mi nálunk, ugye 1541-től 1686-ig, és hát a magyarok rengeteg mindent átvettek a törököktől ez idő alatt, nem csak az ásó, kapa, gerebje, boldog asszony, bocsánat, ilyen szavaink török eredetűek egyebek mellett, hanem a hangszerekkel is átvettek sokat. Amikor a magyarok megérkeztek, ugye a törökök megérkeztek mi hozzánk, akkor úgy vonultak ezek a törökök, hogy fújták vagy 150-en a sípokat, vagy másik 150 ütötte hatalmas dobokat, hatalmas harci kedvet csináltak, és sajnos jöttek neki Magyarországnak, és hát aztán egy ideig föltartották őket a vitézeink, de aztán a végül egy nagy csellel ugye 1541-ben csak elfoglalták Budát, és ott felejtették magukat 150 évig. De amikor aztán kikerültek onnan, ugye, a magyarok, tudni kell, hogy törököt nem a magyarok üzték ki Törökország, vagy, na, a törököt nem a magyarok üzték ki Magyarországról, hanem a Szent Liga elsősorban ugye az osztrákok, és a lengyelek, Szobieszki János volt a király, és Szavolyai Ebuén lovaszokra most is ott áll még a budai várban. Az a lényeg, hogy kiűzték a törököt, akik használták ezt a hangszert. Igen, nem, de az osztrákok megszállták Magyarországon, innentől számolod a dualizmus, ugye, amikor együtt élünk ugye az osztrákokkal, osztrák elnyomás alatt. Azért mondom mindezt, mert a törököktől átvettük ezt a hangszert, amit tárogatónak neveztek a magyarok, de úgy is hívták, hogy török síp, majd aztán később, amikor Rákóczi szabadságharc, ugye 1703-11-ig zajlott, a magyar katonák, akik a táborban fújták ezt a hangszert a katonai táborokban, elnevezték Rákóczi sípnak. Megmutatnám, milyen hangja van ennek a Rákóczi sípnak, dobbal együtt használták. Ilyen dalok születtek akkoriban, le is van itt látni, hogy török bársony süvegem, most élem életem, ugye, mert török idők után járunk közvetlenül, meg a csínompa, akkor csínom Jankó, hát most akkor mutatnám, hogy hogy szólt ez ezen a tárolaton, Rákóczi sípon, hogy milyen hangja volt.
szépen. Aztán mi is történt tulajdonképpen a szabadságharc, vagy a Rákóczi féle szabadságharc leverése után? A magyar katonák daszból fújták még a Rákóczi sípot, ugye hát Rákóczi elment Törökországba, Rodostóban halt meg, és Isztambulban temették el a családi kriptájukban. És a magyarok dacoltak, de azt mondták az osztrákok, hogy ha valaki Rákóczi Ferenc nevével sípot vesz a szájába, ott helyben kivégzik. És akkor a magyar arisztokrácia sajnálta szegény dacoskodó magyarokat, és összegyűjtötték ezeket a tárolatokat, török sípokat, Rákóczi sípokat. Megsemmisítették, elégették, folyókba dobálták, lehet róla olvasni, majd utána ez teljesen kiment a divatból. Ennek egyébként nát sípja van, itt, amit látnak ez a rész, ez a picike, ez kettő összefordított, elvékonyított nát, ami így rezeg össze, és azt hangosítja ki ez a kúp, ugyanúgy, mint ahogy a kanászkültnél mutattam, hogy a szám rezeg, ezt a hangot, ezt kihangosítja ugyanúgy, a működési elv tulajdonképpen ugyanaz, csak nem a szám rezeg, hanem a nát. Na most, ugye eltűnt ez a hangszer a magyar zenekultúrából, és a 18. században, 1700-as években már a hegedű, amit Olaszországban találtak ki, megjelent Magyarországon. 1700-as években, én mondom, Ausztria-Magyarország, ugye együtt voltunk, és Ausztriában fejlődött a klasszikus zene. Például Mozart 1700-as évek közepén alkotott, világ egyik leghíresebb zeneszerzője volt, de aztán Haydn, Liszt Ferenc is, ugye, aki magyar, de nem is tudott magyarul, úgy tudom, tehát Brahms, nagyon sok zeneszerző szponzorált az osztrák királyi udvar. A magyarok meg azt mondták a cigányoknak, a cigányzenészeknek, rájöttek, hogy nagyon érzelgősek, nagyon improvizatívak a cigányok Magyarországon, akik már akkor jelen voltak, és kikupálták, kiöltöztették a cigányokat, rájuk adták a magyar viseletet, és hegedűt adtak a kezükbe, brácsát, bőgőt, cimbalmat és klarinétot, és mondták, hogy mutasd meg az anyád mindenit, hogy te még ügyesebb vagy, mint ezek a Mozartok, meg ezek a Haydn. És a magyar cigányok elkezdtek nagyon virtuóz zenéket írni, ütötték a cimbalmot, fújták a klarinétot, és teljesen méltán világhírűvé vált a magyar cigányzene. Na most igen ám, de közben oda egyezkedtek a magyarok Ferenc József császárral, hogy hazahozhatják Rákóczi Ferenc koporsóját Törökországból. És a magyar értelmiség hát ugye hosszú évtizedekig tárgyaltak, 1906-ban végül hazahozták Rákóczi Ferencet, végigvitték Budapest egyik nagy széles utcáján, ezért hívják most Budapesten a Rákóczi utat Rákóczi útnak. És akkor ugye végigvitték koporsót, azt mondták a hangszergyárak már előtte kicsit korábban, hát, hogyha majd megengedi a császár, hogy hazahozzuk a Rákóczi koporsóját, akkor a Rákóczi síp legendáját keltsük életre. És akkor a Sunda és a Stovasser hangszergyárak elkezdtek gondolkodni. Igen ám, de a cigány zenekarok, akik a magyar zenei életet ugye abszolút uralták, ezt a kettős nápsípocskát nem tudták megfújni, mert a klarinétnáthoz voltak szokva. Ezért a hangszergyárak kicserélték neki klarinét fúvókára, ez itt az a része, és a hangszertestét nagyobbra csinálták, ezáltal nem ilyen visítós, magas hangja van a hangszernek, hanem egy nagyon kellemes, bársonyos, mély hangja. És miután ez is ilyen kúpos, kónuszos, nézzék meg, mint a tehén szarva volt, ugye? Valahogy ilyen hosszú, és annyira szépen megrezegteti a levegőt, hogy mikor párás idő volt egy faluban régen, mikor nem zúgtak az autók, a motorok, a repülők, akkor fújta valaki egy falu közepén este, és az egész falu hallgatta. És ezért van az, hogy nagyon sokan emlékeznek még rá, aki nagyon régen eljöttek Magyarországon ide, Kanadába és Amerikába, hogy ez a hangszer emlékeznek, képzeljék, nagyon sokan, és ez a hangszer, ami általában könnyen csal az emberek szemébe, mellesleg a mi kedves menedzserünknek, Katikának is a kedvence, és ugye Rákóczi, ugye, tehát javított tárolató néven hozták forgalomba ezt, majd utána ez kiment a divatból, elhagyta a javított jelzőt, és ez maradt a tárogató, a magyarok szabadságának a szimbolikus hangszere. És akkor most megmutatnám, hogy hogy szól ez a tárogató.
magyarok szabadságának a szimbolikus hangszerek. Tehát ezek a csoportok voltak ugye a fúvós hangszerek, és láthatták azt, hogy, mint mondtam, hogy 10 000 évek teltek el, hogy hogy fejlődött, vagy hogy változott igazából a kultúra. És hát már csak egy hangszercsalád maradt hátra, repül itt az idő, bár mindig vita van kedves menedzseremmel, a Katikával, hogy sok a duma. Én meg azt mondom, hogy jó, de hát ha nem mondom, akkor meg nem tudják, viszont meg zenélünk is sokat, itt rengeteg zene van. Úgyhogy mindig megkérdezem utólag, hogy mit kell volna kihagyni, és hát nem tudunk zöldágra vergődni vele. Ja igen, tehát a következő hangszer család, az a húros hangszerek családja, ezt hagytuk itt végül. Ugye ez a negyedik hangszer család, tehát volt az idiofon, a membranofon, az aerofon, a levegősök, és most jön a kordofon, amikor a kordé görögül húrt jelent, és ugye hát a kifeszített húrok rezgése adja magát a hangot. És ugye hát kell egy doboz, ami felerősíti. Mutatom is konkrétan a példát. Itt van a kezemben egy hangszer. Ennek van itt középen egy rezgőnyelv. Ezt a hangszert dorombnak hívjuk. Doromb. A cica szokott doromból, az egy ilyen hangot. Ha megpengetem itt ezt a kis rezgőnyelvecskét, ez nem ad hangot, mert nincsen egy doboz, ami kihangosítsa. De ha nekitámasztom a fogamnak, akkor a fogam már, itt amit mutattam ezt a kis blekét, hogy üreges a belseje, ugyanis más hangja van, ezért a fogam átveszi a rezgés, és a szám belsejében lévő levegő adja a másik hangszisztémát. Tehát egyszer maga a rezgés, a fogam és a levegő. És halljanak csodát! Vagy az időjárás befolyásolni. Állítólag azt olvastam, hogy Ausztriában betiltották a hangszert a 19. században, mert ha a legények dorombbal szerenádoztak a lányoknak, akkor állítólag a lányok nem tudtak ellenállni a csábításnak. Nem eladó a hangszer az uraknak, mondom, hogy nem eladó. Na most... Nézzék, mutatok megint egy példát. Lehet. Tehát amit mondtam, ezt a két kutatót, aki besorolta a hangszereket kategóriákba, ugye a Kurt Zax és a Horn Monster, ők a húros hangszerek közé a legősibbeknek az íjakat tették, amivel kilőjük a nyílvesszőt, és ez egyébként teljesen úgy működött, mint maga a doromb, ugyanis vannak felvételek törzsi társadalomban, hogy pici nyilakat használtak, ilyen kis mérgezett nyilakat, és a játékos bekapta a keretet a szájába, most képzeljük, hogy ez a keret, és a nyilvesszővel a kifeszített húrt ütögette, és ez kihangosította ugyanúgy a hangot, a foga, mint a doromnál, ahogy hallották. Na most a másik hangszer család ugye, az a lantok és a citerafélék családja. Azt különbözteti meg a lantokat a citeráktól, hogy a lantoknak nyaka van. Tehát a gitár például, tudják, ilyen hosszú nyaka van, és a gitárosok mindig rohangálnak el a színpadon, aminek ilyen nyakrésze van, a hegedők is ide tartoznak, de ide tartozik az amerikai banjo, vagy az olasz mandolin, vagy a görög buzuki, az orosz balalajka, tehát minden, aminek ilyen nyaka van és húros, azok a lant családba tartoznak. A citera család a másik hangszer család, ahol a hangszer húrjai teljesen végig mennek a doboz fölött.
Ilyen a cimbalom és a citerák családjába tartozik, sőt aztán ugyanilyen a zongora, mert a zongorát, ha kinyitják, ott is látják, hogy rengeteg gúr megy végig a hangszerben. Na most, hogy is néz ez a dolog ki, hogy megint a kettős hangszisztémánál tartsunk. Itt van a kezemben egy picike szerkezet. Ez most hangot ad, de nem hallják, mert nincs doboz, ez egy kis fém szerkezet. De ha leteszem a citerára, és akkor a dobozzal érintkezik, hallják? Ez egy perkli. Tessék? Ez egy perkli. Úgy van, perkli. Perkli, amit hallatják. Igen. Igen. Hallják, milyen gyönyörű hangja van? És ha elveszem, akkor nem hallják. Ezt majd ide jönnek a műsor végén, kipróbálhatják. Mert ugye kell mindig egy doboz a hangszereknek, amikor maga a doboz fája, és a közrezárt levegő kihangosítja a hangot. Na most ugye itt is variálódtak ezek a hangszerek. Nézzék, ugye itt van egy variánsa, ezt ha jól megnézik a hegedűt és ezt a hangszert, ez ugyanaz. A különbséget az adja, hogy a hegedűt álmos vonóval húzza, én pedig lempengetővel pengetem ezt a kis hangszert. Ugyanaz, ezt a hangszert tamburának hívják, ezt amikor a törököt kiverték Magyarországról, és rengeteg pusztaság, lepusztult falu romja maradt meg, akkor erre a nagy területre nagyon sok felül telepítettek népeket. Például telepítettek Németországból szászokat, svábokat, délről a délszlávokat, rázokat, szerbeket, mindenféle népcsoportokat telepítettek, északról szlovákokat, őket hívják tótoknak Magyarországon, a leggyakoribb vezetéknél Magyarországon a tót. Most ezek az emberek hozták magukkal a saját hangszereiket, ezt a kis tamburicát, ezt a déli szomszédaink hozták, ők játszanak kiválóan, igazából azok a népcsoportok játszanak ezen ördögösen, ugye a szerbek, a horvátok, úgyhogy nagyon jó kis hangszer belőle. A magyaroknak viszont van egy hangszerük, a kobóz. Ez a hangszer egy nagyon régóta, 1500-as évekből már vannak emlékek, hogy volt kobóz Magyarországon. Valójában a török időkre tehető ennek a nagy reneszánsza, az ilyen lantoknak, Tinódi lantok, Sebesén, Bakfar, Bálint. Ez a hangszer, ez kobóz, a lant egy picit szélesebb, de ugyanilyen csapott nyaka van annak is. Ugye ez a koboz, ez azért ugye, nagyon ismert hangszer, mert maga a fogalom, hogy valamit elkoboznak, ismerik ezt a kifejezést? Ez onnan van, hogy az egyház hozott egy rendeletet, Marosvásárhelyen van ez az igazolás, ez a levél, ez az okirat, hogy állandóan buliznak a kobzával, zajognak, isznak, részegeskednek, és az egyház hozott egy rendeletet, hogy a kobzát, aki játszik, elveszük, azonnal földhöz verjük, a játékos pedig lecsukjuk. Most innen van az elnevezés, hogy valamit elkoboznak. Tehát ez az a bizonyos koboz. Ez egy húros hangszer, ezt használták a moldvai csángók nyilván a saját népzenéjükre. Nagyon szép dal például az, hogy az bajom van véled, sír a szívem érted, sír a szívem érted, majd meghalok érted. Nem tudom, ezt el, hogy ismerik is éppen, de nagyon sok ilyen népzene van, ami kimondottan a moldvai anyag és a kobzára nagyon jó. De aztán nagyon szép Krisztus imádatokat írtak, világot járt ifjak, mit tudom én, eget urát áldjuk, tükrünk tőle várjuk, zengen víg, halleluja, rendületlen kőszár, népe fölött jött át, zengen víg, halleluja. Hát érződik a dalon, hogy mennyire erre való, hogy 1552 Egervár ostroma a török ellen, mikor Dobó István várkapitány seregével, gyerekekkel, asszonyokkal, hős asszonyokkal, katonákkal, lakossággal ugye legyőzték a törököt. Ugye volt egy énekmondó, aki megénekelte, hogy Sumáját írom Egervárának, megszállásának, viadaljának, szégyön vallását, császárhadának, s nagy igazságát, Ferdinánd királynak. És akkor
akkor még sok verszakon elérdekli ezt a történetet. Tehát ez a hangszer a koboz, a magyarok egyik legnépszerűbb hangszere. És hát legvégére hagytam a tekerőlantót, de még úgy látom, hogy vannak itt dalok a papíron. Előtte énekeljük, és akkor befejezésképpen még ezt a nagyon érdekes hangszert megmutatom. Hát úgy látom, hogy vannak itt olyan dalok, hogy jaj de széles, jaj de rossz, elstredik a faluba, csinom palkozmán volt, kimegyek a doberdói harctérre, kiskálosi fenyveserdő, a anyám azt ismeri? Szerintem azt nem sokan. Akkor menjünk a jaj de széles, jaj de rossz, ez az útra, és akkor a többire. Hát akkor már kezd el is. Megvárom az elész kollégákat. Józik és Álmos. Téve vagyunk. Nem tudnak énekelni. Álmos segít énekelni. Én énekelni, csak mondom, kicsit valami lett a hangom, nem tudom, sajnálom, de... A kedves közönség ismeri. Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az. És... Jaj, de széles, jaj, de thank you.
üveg is bőven elég lenne, hát akkor megmutatnám. Végezetül. Vagy egy hangot részén. Ugyanis hát bőven elég ez is. Lássad. Amit nem is tudom, hogy ismere mindenki, ez egy magyar népi hangszer már. Magyarországon úgy hívják ezt a hangszer elsősorban, hogy tekerő, vagy tekerő lamp. De nagyon érdekes története van. Ez a hangszer, ez Nyugat-Európából jött Magyarországra. Egyebek mellett Franciaországban az arisztokrácia etikettjébe beletartozott, hogy kellett tudni játszani ezen a hangszeren. Én ezt Mandel Robert könyvében olvastam, ami egy nagyon jó könyv, ha esetleg valaki érdekel, Mandel Robertnek van két jó könyve is, néphangszerekről. És azt írja, hogy 16. Lajos harmadik lánya, a király, a 16. Lajos király harmadik lánya is játszott ilyen hangszeren. Majd aztán ugye hát fényűző szalonokban játszottak a zenészek, Vivaldi például, meg Haydn írt ilyen hangszeren műveket. Majd aztán annyira irritálta az arisztokrácia gazdagsága az úgynevezett csőcseléket, hogy föllázadt a nép, ugye 1789-ben volt a nagy francia forradalom, és leverték az arisztokráciát. A szalonokat, ahol játszottak a zenészek, lerombolták, fölgyújtották, jobb esetben csak bezárták, és rengeteg tekerős zenész munkanélkül maradt. És miután nyugatra az Atlanti-óceán van, elindultak a kontinens belsejébe, és néhány évtized késéssel megérkeztek Magyarországra is. De elfogyott a pénzük a zenészeknek, és koldultak a hangszerrel, és pont ezért a magyar arisztokrácia nem engedte be őket a palotába, viszont a falvak lakosságának nagyon megtetszett ez a hangszer, és elkezdték megpróbálni elkészíteni, de miután nem volt hagyománya, nem sikerültek az első darabok valami jól. És ezért a hangszer, képzeljék el, hogy kapott egy becenevet, kicsúfolták, ugyanis ezt hívják úgy a hangjalapján, egy nyenyere. Tehát ez a nyenyere, tekerő alatt vagy tekerő. A hangszer egyébként egy vonós hangszer, ugyanúgy működik, mint a hegedű, ha megnézik, ez egy húros hangszer. És amit Ámos kezében van a vonó, az itt egy beépített korong, ezt dörzsölöm a hajtókarral, és itt dörzsöli a húrokat, és itt pedig lejátszom a dallamot, a kezem meghosszabbítják a billentyűk, az ujjaimat, és itt játszom rajta a dallamot.
szegényebb egyház községekben, ahol nem volt pénz drága ordonára, olvashatunk olyat, hogy ilyen hangszerre kísérték magát a misét. Tehát kicsit később már nagyon jó kis hangszerek lettek, és hát akkor kiülök ide elő, hogy lássák az asztal, amit nem látnák, és akkor hát egy ilyen koldus éneket, a lereget hangomon azért megpróbálom elénekelni, hogy is szólhatott. Úgy van a szövege, hogy ja Istenem, mit csináljak, mikor semmim sincsen, életemben kórhely voltam, így a semmim sincsen. Sem jó ingem, sem jó gatyám, rossz kalapom sincsen, adolmányom igen rongyos, jó pár csizmám sincsen. Meg is házasodtam volna, feleségem sincsen, megszületett a kisgyermek, még az apja sincsen. Na hát akkor kis segítséggel. Hát akkor én ezzel a hangszerrel el is köszönnék. Megköszönöm a szervezőknek, hogy meghívtak ide minket ma is. Megköszönöm természetesen Takács Katinak, hogy elhozott minket. Megköszönöm Horváth Józsinak, hogy beszállt a zenekarba. Hát ő egy kiváló hegedűs, úgyhogy nagyon örülök, hogy megismertük őt. Kár, hogy nem jön haza velünk, bár jobban jár szerintem, hogy itt van, most de mindegy. Már úgy értem, hogy jobban jár, mert most mi is itt vagyunk. Na, szóval, de mi haza megyünk. Szóval, hogyha tetszett a műsorunk, vagy érdekel valakit ez a sokféle hangszer, mindig mi magyarok ugye hozunk magunk a CD-t. Ennek kettős célja van, nyilván egyik az, hogy hát eladjuk pénzért, de az igazi célja nem ez, hanem az, hogy nagyon érdekes például a gyerekeknek, hogyha van valakinek, van olyan lemezünk, amin a Kárpát-medence összes népi hangszere rajta van, gyerekek énekelnek rajta, viszont nagyon szépen megcsinált dalokról van szó. Az általános iskolás tananyaga alsó tagozat 1-től 4. osztályig ki van választva 22 dal a lemezem, valamint hát kormorán lemezek vannak, és ugye pont itt a rádiós úr mondta, hogy az Álmos a kormoránnak a hegedűse, ugye ott van 25 éve, és hogy micsoda sikeres a kormorán együttes, ez a legmagyarabb folk rock együttes, Koltai Gergő vezetésével, Szűcs István zeneszerző, és hát mivel sok embernek a munkáját dicséri, tőlük találnak egy nagyon szép anyagot. Tehát akkor ezzel az utolsó hangszerrel búcsúzom. Elnézést kérlek, hogy kicsit a hangszála most ilyen volt, de nem hiszem, hogy mert mindent értettek, elmondom. Anyám, tudtam énekelni, de most a végére azért fogok. Bocsánat, és a... Na hát ezért hívják nyenyerének. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!